Itt vagyunk újra a hashtag bocskorral, sokan megdicsérték az akomat, a pólómat, ezt nagyon köszönöm mindenkinek. De hát nálam még sokkal jobban felöltöztek a vendégeim, itt van velünk ma Szandi. Hello Szandi, szia! Köszönöm! Tornocki Anita! Gajdos Tamás! És Hajdú Sztív! Volt egy kis szünet, de jó lett. Hogy értem a szünetet? A szünet az, hogy a tapsba, tehát hogy eddig a hármat tökéletesen indítottad egymásra, és nálam egy kicsi. Mert benne akadt a szó. Szó benne. Igen, jó, azért tudod, hogy a csendnek is van fontos ereje, szerepe. Hát, hajaj. Ki ne tudná, mint te, hát, vagy hogy mondják ezt. Között ezt. Többek között ezt is. Jó, mindenki jól van, mindenki, hát téged látnak nap, mint nap. Egyelőre igen, jól vagyok. Egyelőre jól vagy. Szandi, kibírtad a zenész nélküliséget, a koncert nélküliséget? Fú, hát azért lelkileg szerintem mindannyiunkat megvisel ez az időszak, de azért az közelmúltban átéltem egy zenei. Tudom, hogy erről fogunk beszélni. Jó, te merre jártál, drágám? Jó voltam nyaralni, úgyhogy nekem van két negatív tesztem, úgyhogy én vagyok itt a legbiztosabb pont. De mikor én? Negatív tesztem, Covidról is van. Most egymás után kettő. Egymás után kettő, nekem múlt hétről van három negatív. Nekem is. Steve, te... Nekem négy. Én elkaptam, én azt érzem. Orvér, garat. Te ilyen teszthalmozó vagy? Nem teszthalmozó vagyok, de volt egy olyan dolog, ami miatt kellett, és akkor megcsináltam az orvért, és akkor azt mondták, hogy ne, erre még kell egy garat is, és akkor elmentem még egy garat, és akkor ott volt. Na de tudjátok mit, nem értek? Hát elvégeztetik ezt a tesztet, és utána, ha fél óra múlva elkapod, mondjuk a Steve-től nem, mert te nem vagy koronás. Most már én már túl vagyok rajta. De hogy bárkitől, akivel, mit tudom, váltottatok egy puszit, akkor mi van? Mert most az az alapvetés, hogy külföldről hozott be, tehát ha külföldön vagy, akkor kötelező. És te honnan hoztad? Nem be. Én Franciaországból nem hoztam. Hát most Franciaországból. Én hoztam egy macskát Franciaországból, de Covidot nem. Azt mondják, hogy ott a legdurvább. Egy macskát, igen. Úgyhogy van 17 kutyád? Nem 17, csak 6, igen. Oké, okay, és hoztál egy macskát közé. Na, de hogy lehet összeszoktatni a macskát az újonnan? Nekünk a szomszédba jött kettő, és teljesgált van. Sisza, mert hogy francia sisza. Sisza. Sisza még barátkozik a gondolattal, de a kutyáim nagyon jól veszik az akadályt. Na, egyébként foglalkozunk ma a vírustagadókkal, aztán Lékai Kis Ramona átigazolásával a TV2-höz, de ennek kapcsán a dühös rajongók, ami teljesen értetlen számomra, és... Hát, mert nincsenek neked. Már igen. Dühös rajongói, csak igen. Pozitív, jó rajongóid vannak. Steve Hiddel, ismerem a dühös tényleg. Rajongót. És, durvák? Tényleg. Bármire képesek? Bármire. És azzal is, hogy mekkora lehet egy dekoltás, de először... Kezdjünk Szandival. Szandi, hol a dekoltás? Magunkra néztünk. Jó, de azért... Egymásra néztünk, és itt... Jó, de amúgy ma diszkrétek vagytok, amúgy ti bátor mellhordozók vagytok, nem? Ugyanúgy. Diszkrét, hogy kihúzom magam, akkor nem olyan diszkrét. Jó, ez így. Egyébként erre majd később térünk vissza, mármint a dekoltásra egy másik témánál. Szandi, te adtál egy raktárkoncertet, ami azért tök jó, mert most végre el tudod mondani, mi az a raktárkoncert. Tehát az kell a raktár? Egy... Igen, kell egy raktár hozzá? Hát a raktár egyébként kell, mert egy hatalmas nagy raktárépületben volt, vagy egy nagy hodályban, hogy így fogalmazza. Aha. Hát amikor jött a felkérés erre a raktárkoncertre, ugye, amivel a zenészeket, illetve a háttérben dolgozókat segítik meg, akkor én annyira boldog voltam, és hirtelen így láttam magam előtt mindazokat az embereket, akiknek segíteni fogok, és annyira vártam már azt, hogy felhívhassam őket, hogy úristen, képzeljétek, lesz. Tudok utalni, fél év után. Mert azért az egy dolog, tehát, hogy ennek nem csak anyagi része van egyébként, hanem pszichés meg lelki oldala is, hogy gyakorlatilag úgy érezzük mi, zenészek, énekesek, előadó művészek, mindig kirúgtak volna minket, és kész, megszűnt. Hát tehát, ilyen hogy, érzés az. De azért csak nem olyan volt, hogy közönség nem volt, ugye? Közönség nem volt. Nem volt közönség. Azért az kicsit nem más. Nem úgy volt, hogy 500 fő alatt lehet. Az egy másik, ez a raktár. Itt nem lehetett közönség. Nem, és mindent, kicsit úgy éreztük magunkat onnan a színpadról, mint valami műtőben lennénk, mert ugye mindenkin maszk volt. És hát én 12 főstábot vittem magammal, ugye benne vannak a zenészek, vokálosok, technikusok, hangmérnök, akkor mindenki, akik cipelik a cuccokat, akkor aki a kivetítőt programozta az is. Úgyhogy hát olyan csodálatos próba folyamat előzte meg, annyira jó érzés volt végre újra együtt a zenekarral próbálni, olyan örömmámorban voltunk, és egy eszméletlen jó koncert volt. Szandi-tól idéznék egyet itt a koncerttel kapcsolatban, nem csak mi énekesek nem tudunk zene nélkül élni, hanem az emberek sem. Az első szerelem, az első csók vagy csalódás, mindegyik
eseményhez egy-egy dalt kötünk. És most ez tényleg baromira igaz. Én akkor, amikor ezt olvastam, akkor belegondoltam, hogy ez tényleg így van. Ti emlékeztek arra, hogy valamilyen ilyen lényeges eseménykor az életetekben igen. melyik dal köthető? Tehát például nálad, amikor ugye abban a kunyhóban te már be voltál nyomva. De még áram nem volt. És nem volt még áram, nem volt és belépett áram. Az Alex, és akkor mi ment a kazettás magnó? A házi buli folytatódik. Nem, a izé? Franciául. Franciául? Igen. És te ott ültél? És a... Már fel is szabad, igen. És akkor megpróbáltam a póló alá becsúsztatni a kezemet, ahogy ezt láttam. A Sophie Marceau-val. Sophie Marceau-val, persze, és azt képzeltem, hogy ő van ott. Ma is azt képzeltem. Megszólaltam volna, hogy what the f*** are you doing here? Úgyhogy egy kicsit kiábrándultam. Nálatok, Tamás? Nekem egészen tínédzserkori emlékem van, még akkor azt úgy hívták a diszkót, hogy Kiss Club. Az Arany János gimnázium felső szintjén, a padlástérben gyakorlatilag berendezve egy klubhelység, ahol az EK 145-ös magnóról mentek a Deep Purple számok, és akkor az... Tehát egy Deep Purple az, amihez kötsz ilyen... Igen. Az abszolút, abszolút. Child in Time például az nagyon... Hát az nagy, az hosszú áriákkal. És akkor az első lassúzás az arra volt, és az teljesen benne van. Nekem azóta is ez a sláger, tehát ez van a fejemben, ha romantikus dalra vágyom. Neked az esküvő Metallica, és akkor ez a Metallica, ez még mindig megcsengeti benne azokat a kis érzelmi. Ennyire megy ez a rock mind a kettőtök, nem is gondoltam. Látod, hogy itt hárman közülünk szeretik a rock zenét nagyon. Mert mi meg a karantén időszakban, négyen, igen, tehát ugye a vendégeik közül, mert mi például a Highway Star-t megcsináltuk a Deep Purple-től. Az is egy mekkora egy jó. Igen. De egyébként Szandi, te ugye nagyon korán estél szerelembe a drága jó Csabival, és hát ugye ti mind a ketten előadók vagytok, tehát akkor az Áj vagy lövök és a Tínézser lámúron kívül hallottatok még más, tehát volt valami, ami köthető a ti szerelmetekhez? Hát, hát például képzeljétek el, hogy a Csabi írt nekem egy dalt, amikor akkor? 16 éves voltam, egy szerelmes dalt hozzám, és ő énekelte el, én elsírtam magam, annyira romantikus. Miért? Mit nyomjak és meg? És képzeljétek el. Az összeset nyomjak. Igen. És aztán évekkel később, most arra emlékszem, hogy boldog a szívem, hogy rád talált, de dallammal együtt tudni. Na jó, léci. Na. Boldog a szívem, hogy rád talált, ó kicsi lány. És képzeljétek el, én évekig a lovak szerelmese voltam, és képzeljétek el, volt olyan, amikor a Csabi, miután balesetem volt, és 3 napig voltam kómában, magamhoz tértem, és a kórházban azonnal a lovak, és a Csabi felvette nekem, és azt hallgattam a Walkmanben, CD-ről, lópata, ügetés, galop, nyerítés, és ilyeneket hallgattam. Egy traumából felébredt, szanaszét tört tini lány. Akartam hallani a lovaknak a hangját. A lovak kapcsán volt a trauma. Hát persze, hát és akkor most begalopírozza a fülébe a Walkmanen keresztül a izét, a Csabi. Ez kínzás. Nem. És egyébként a lezuhansz egy repülővel, te szeretnénék hallani hajtóműveket? Még. Nem, de összeszerelni szeretném. Bocs, én toltam neked valami zenét, Annó? Hogyne. Anita. Gondolkodom. Van közös zenénk? Gondolkodom. Nem, én arra emlékszem, hogy a szakításunk után volt egy ilyen drámai 2 hetem, amikor tudom, hogy kiknek a milyen zenét hallgattam, azóta nem bírom azt meghallgatni egyébként, de... mert akkor annyit sírtam arra a zenére, hogy valahogy ez így beégett, és nem bírtam. Nem a himnusz volt. De nem mesélted még senkinek, hogy annyit sírtál utána? Mert azért ez egy fontos információ. Hát számomra. Most bocsi, de most egy vallomás így utólag legalább. Ilyen nagyon fontos mérföldkő volt az életemben, és akkor nyilván ez az ember... Ez annyira romantik. Olyan meg én nagyon nehéz elengedő vagyok. Két szakítás ellenére mi azóta épp úgy imádjuk egymást. Tehát tök jó. De durván szakítottatok? Nem, hogy nem. Egyáltalán nem. Volt egy fél év, amikor nem beszéltünk, és utána... Akkor nem annyira durva. Hát a házasságban 20-30 évig nem beszélsz a másikkal. Van egy dal, ami összeköt benneteket, meghalljátok, és az jut eszetekbe, amikor... Nagyon sok
sokat hallgattunk zenét, mert a Gábor nagyon szeret otthon zenét hallgatni. De hogy úgy kivette a kazettát? Mondjuk az egy kicsit... De miért szólsz bele? Az egy kicsit érdekes, mert úgy kell föl, tehát 4.30-kor úgy ébreszti a rádió, hogy csutkára van tekerve, mert arra ébred csak föl. Tehát amikor békésen aluszkálsz, és egyszer csak 4.30-kor elkezd üvölteni a X rádió, és így... Mondjuk egy Metallica dalért, így fölülsz, majd kimegy, és üvöltve elkezdi hallgatni a híreket. Hú, ez kemény. Ugyanúgy. Mi? Kemény velem. De ki? Kemény velem. Így van. Szóval volt egy pár. Aztán szerelmes párok között szokott lenni ez, hogy valaki, az egyik fél összeállít egy válogatás CD-t. Nálad nyilván kazetta volt. Nálam volt. Nálad volt, nem? Szerelmes válogatás CD? Igen. Igen. És azt milyen alkalmakkor adja át? Mindig. Gyakorlatilag elmentünk, Olaszországba mentünk Nászútra, és azt hiszem, hogy elég messze, vagy 6-7-8 órás út volt ott a Gardató környékén, és akkor volt egy ilyen válogatás. Egy 7 órás soundtracket összeraktál? Igen. De én úgy, hogy kazettáról másoltam át kazettára. És emlékszem, az első a YouTube-nak volt a volt az első. És hát egy 90 perces kazetta tele. De három napig dolgoztam. De úgy, hogy Alex volt még a fejedben. Alex volt a feleségem a fejemben, oké. Indulunk, videót. És a mai napig is így ér? Nem ez meg van, hanem hogy ezt az egy számot vettem föl 90 percen át. Tehát tudod, hogy mit éreztünk? Szóval mit éreztünk? Szörnyű volt. Bocsánat, szegénykém. Nekem ki eszembe jutott, hogy mi is, amikor síelni mentünk, akkor Eros Ramazzotti, Elton John, és meghallom ezeket a dalokat, akkor mindig az jut eszembe, amikor... Tamás, nálad volt ilyen? Mert valamikor szakításkor, amikor vissza akarod hódítani, ő szakított veled, és akkor oda... Én például bedobtam egy kapcsolat elején, szakított velem az illető. De genyó! De komolyan egy kapcsolat elején! Hogy a lehet szakítani? Hát nem a végén szakít! Ki volt ez? Nem mondom el. Emlelátó volt, biztos. És csináltam valamilyen CD válogatást, és bedobtam a vizsláik közé, mert hogy ott egy ilyen kerte, és féltem, hogy a vizsláik felfalják, de basszus is megtette a hatását a CD, tehát aztán mi együtt voltunk. Tamás, neked? Szóval volt ilyen kazettás magnó korszakban, még mielőtt az orsós magnókkal is voltak ilyen. Mi átadtam szerelmednek egy orsót? Hát ilyen kisebb, nem, hogy összejátszottam, tehát a rádióból délután 5 óra, akkor 5 órai teje abból lehetett, meg volt mindig írva elő, hogy milyen slágerek vannak, azt fölvettem, és akkor szépen egymás mellé tettem a legjobb számokat. Nem feltétlenül személyhez kötődően, tehát ilyen nem volt. Nem feltétlenül az udvarlási eszköze volt, de volt olyan, hogy egy-egy alkalomra, egy-egy bulira készülve olyan számokat vettem fel, amit úgy gondoltam, hogy a számomra kedves nő személynek tetszeni fog. Emlékeztek, hogy ez a 2-től 5-ig ez volt a műsor, hogy a Szándokánt lejátszották 32-szer, 28 nyelve. Igen. Hát nekem ez volt a csoda, mert az én most szóval. Szándokánú, Szándokánú. De most a mit csodálkozott, te ugyanazon a nyelven játszottad, de 42-szer a videóvilágban. De egyébként ez rám is jellemző, hogy beleszeretek egy dalba, és azt 20-szor, 30-szor egymás után képes, és már szégyellem magam, hogyha hallgatják a gyerekeim, hogy Jézusom. Nekem van, és az a csengő hangom, és aztán egy idő után így Jézusom, most majd ki kell cserélni. Én például a futás közben ugyanazt a fülembe beakad egy dallam, és vagy másfél órán keresztül futok, és önmagamban azt mantrázom, vagy azt fütyülöm, vagy arra a ritmusra futok. De tényleg nagyon jó. Egy futás közben fontos a ritmus, tehát mit a balladásra nem futunk? Hát nem, attól függ, milyen hangulatom van. Na, mondjál már valami Zámbó Jimmy-t. Egyszer megvadulok én. Arra tudnál futni? Az mondjuk a maraton utolsó 5 kilométerre. Tehát az már kicsit a pörgősebb. Miért nem a természet hangjait? Én például soha nem, bocsánat, soha nem füldül, nem úgy hallgatok zenét futás közben, és te ments. Csak a fülemben, ami előtte az autóból kiszálltam, és hallottam, beakadom. Most ilyen képzelni, magamban. Én is azt hittem, hogy nem, magamban vagy fütyülöm is, vagy ameddig még bírom levegővel, vagy egyszerűen bennem az adalom, és azt teljesen az a ritmus fölveszem, és könnyebben is kellnek a kilométerek. A legrosszabb az, amikor egy olyat hallasz a rádióban, amit igazából nem szeretsz, de belemászik a fejedbe, és egész nap ott kattog, és az a dallam bennmarad, mert ha egy olyan dallam marad be, amit te mondasz, amit szeretsz, akkor az nyilván ez egy tök kellemes dolog. Ilyen lehetett van a YouTube, amit 7 órán keresztül. Volt még egy érdekes dolog, amit a Szandi csinált ezen a koncerten, ott a hangbeálláson egy saját készítésű pólóban jelentél meg, és ezt megmutatjuk nektek. Az egyik oldalon egy átlagos fér látható, mondja Szandi, egy sima figura, ami alá odaírtam viccesen, hogy your husband.
A te férjed. Aki csak úgy áll, és nem csinál semmit. És a másik oldalra hát a Csabi. Konkrétan Csabit ja. festettem meg, az első emelet kis generáció lemezborítójáról másoltam, mert az én férjem egy szuper gitáros, aláírtam, hogy my husband, igen. az én férjem. Úgy gondoltam, hogy egy ilyen fontos napon legyen a szívem felett a párom. Szandi! Szandi, én mindig annyira csodálom ezt a szerelmet, ami kettőtök között van, és ez példaértékű, hogyha én bármikor azt érezném a kapcsolatomban, hogy van egy kis hullámvölgy, hál' Istennek nincs ilyen, akkor mindig rátok gondolnék, hogy hogy lehet erőt adni szeretetből, szerelemből egymásnak, fantasztikus, ezt muszáj volt így országvilág előtt elmondanom, úgyhogy rájön egy húhogás. Nem jön rá húhogás, hanem egyszer levegőt nem kapok, mert Steve első őszinte mondata az elmúlt 4 évben. Nem, az első 20 évben. Igen, most, hogyha nem lenne ez a helyzet, ami most van, hogy távolságot kell COVID. Tartani, és még ide is hoztam magammal a maszkomat, hogyha közelítettek, ja. akkor azonnal... Nehogy átadjak valamit, akkor ha esetleg véletlenül valami lehet. De nem, ez szóval ez most oda mennék és megölelgetnélek. De megölelgetél egy ilyen gesztussal, meg egy ilyen hírem, esküszöm, hogy nem, de szebb lesz a világ semmi tőle. Semmi ilyen, hogy mondjam, csúnya szóval éve nyál nincs. Tehát én egyszerűen ezt érzem, szeretjük egymást és ennyi. Tehát ebbe mi nem szoktunk így ömlengeni meg én, hogyha hát mondjuk bármi évfordulónk van, akkor én olyan egyszerűen szeretem megfogalmazni, szeretjük egymást és kézzel, én nem akarok ilyen nagy izéket írni, hogy ja, és láv, és nem tudom mi, mert pontosan ezért van szerintem az, hogy mi ilyen tök egyszerűen normálisan megvagyunk, hogy nem viszünk semmit így túlzásba. Mi akkor egyébként... ez a titok? Igen, tehát nem egyszerűen annyi az egésznek a titka, hogy szeretjük egymást, és ha az ember a másikat szereti, igen. akkor kompromisszum kész, és de egyébként nekem itt ez a póló, ez mégis még valamit kifejez, egyfajta büszkeséget. Csak azt nem tudom, hogy 30 év után mire vagy büszke. Tehát, hogy... Hát, hogy még mindig van haja, nézd meg! Hát, még mindig van haja. Na, megmondom, hogy miatt az ötletet. Pont, amiről az előbb beszéltem, a Deep Purple Highway Starját megcsináltuk, és hát eszméletlenül büszke voltam arra, hogy nagyon olyan gitárszólót nyomnak le a Pistivel, ebben én a Csabi van ebben együtt. A igen, egy két szólamú gitárszólót, az Alapi Pisti meg a Csabi aha. ketten. Annyira büszke voltam, annyira jól szól, az engem lenyűgöz. Egy kertészre és... tudnál büszke lenni? Tehát, hogy aki iszonyat jól vág tuját. Igen, tehát, ha jól csinálja, igen. Figyelj! De ne csak tuját vágjon! Bármilyen szakmában is, ezzel szerintem valószínűleg mindannyian egyetlen, ha jól csinálja profin. Miért tudja felnézni arra, akivel vagy, tehát hogyha ez nincs, akkor szerintem az nem működik hosszú távon. Jó, akkor ti hordanátok a párotokat pólón? Tehát... De attól függ, hol elől vagy hátul. Hát így a Szandi, Szandisan. Igen, de úgy igen. Az más, hogy zenész. Oké, de mégis. De mi most rakjam ki, hogy a te ügyvéded, meg az én ügyvédem. Igen. Jogi esetek legyen. Tehát a bal oldalon lenne egy normál, aki csak úgy áll. Tehát az a your husband, my husband. Milyen sziluettet lehetne odarajzolni a te párod ügyvéd? Mit csinál? Szörfözik nagyon jól, úgyhogy akár egy szörfdeszkás. Az nem rossz, hogy ez szörfdeszkás az én ügyvédem, nem? Az jó sziluett. Na, testek majd neked egy ilyet ajándékban. Az én ügyvéded, de jó, ez jó. Rásukban azért, bocsáss meg, azért az sem mindegy, hogy hol kint feszül az a trikó. Elképesztő formában vagy egyébként, ez most így... Szandi bombasztikus. Hát most komolyan, Alex de Polo... De szerintem a Csabi is. Egyébként meg azt ugye, akartam, hogy itt ülök szemben az Anitával, tehát ezért ő se egy... Komolyan mondom. Hát szerintem egyébként azért alapvetően az itt. Alak dolog, tehát hogy mekkora a csípő, mekkora a derekunk, meg mit tudom én, ha belülről nem sugárzik semmi, hallod, akkor hiába bocsi. Vagy vékony, meg jó alakú, azt kell. Én nem kell. Sugárzom, azt mit csináljak? Ha belülről nem áll semmi, belülről akkor nézd meg, milyen szép a Steve. Igen. Mit, ami állod belőle, érted? Látod, már belőle is, belőle nem semmi. Mondani, múlt héten ott ült a Kabát Peti, és azt mondtam, hogy te egy gyönyörű férfi vagy, és megírták az újságban. Bocskor, 2. Kabát Peti egy gyönyörű férfi. Ha van ízlése. De tényleg. Ha van ízlése. Na, maradunk még a férfeleség témánál, mert hogy ugye itt van közöttünk Tamás, aki 25 év kapcsolat 2 gyerek után sem vette még el a feleségét, bár megkérte a kezét. Már 25 éve? Nem, feleségét, tehát nem feleségét, így van. Tehát a mennyasszonya. Ez egy baromi érdekes, mert én a te oldaladon vagyok, el se vedd, mondom neked, nem is ismerem, tehát nem... Figyelj, egy keresett néző, ez gondolj! Ezzel a témával jövünk vissza pár perc múlva, ma este Bocskorral.
És már is folytatjuk Szandival, Tódnocki Anitával, Gajdos Tamással és Hajdú Steve-vel. És ne haragudj, Tamás, ha már itt ülsz, meg kell, hogy kérdezzem, itt olvastam egy cikket, hogy... Elnézést, nem hallom magam. Tehát, hogy 25 éve vagy együtt a pároddal, van két közös gyermeketek, és két éve ugyan eljegyezted, de azt mondtad, hogy valóban sokszor felvetődik, miért nem kerítettünk sort eddig az esküvőre, eddig nem találtuk sem a megfelelő időpontot, sem az ideális helyszínt. Tehát ez két éve nem megy. Meg miből? Nem kell kapkodni. Vagyunk foglalva egymással, meg a gyerekekkel. Tudod, mennyi egy esküvő? Egy lagzi mennyi, az több millió forint. De nem volt sem, de például anyagi vonzata volt, vagy lelki, vagy nem éreztétek szükségét? Nem, hát ez nem egy lezárt téma, tehát én elhatárolom az előzőekben bocsitól elhangzottak. Én is úgy értettem, ahogy mondtam. Hogy soha sem volt. Majd elmondom, hogy miért nem. Most már mindegyben a párod már kikapcsolta a tévét. Hát kidobta az ablakot, nem, hogy kikapcsolta. Ezután üzenem majd SMS-ben, hogy tehát nem... Ez nem egy lezárt kérdés, ezt nyitva hagytuk egyelőre a lehetőséget. Jól csinálod, és, papa. És úgy vagyok vele, most komolyan. Tehát, hogyha megvolt az esküvők utána, milyen izgalom jöhet még? Olyan nagyon, pláne 25 év. Úgyből az. Most nem, az jön. Ez hagy egy kis rezgést a levegőben, tehát van valami várakozás teljes hangulat. Mekkorák a gyerekeitek? Mit karácsonykor, tessék? Mekkorák a gyerekeitek? 18 lesz most már nagylányom. 10 lesz a kisfiam. Igen. Hát akkor a nagylánynál pár évig... Majd az unokák szórják. Lassan bevárjuk őket, gyerekek, és akkor így együtt hárman majd. Van ez a négy az egybe. Tehát, hogy két mennyasszony két vőlegény, és akkor összejön. De egyébként igaz a mondás, hogy az esküvő a nőknek fontos, nem a férfiaknak? Nekem nagyon fontos. Hát egyrészt igen. Igen? Egyrészt igen, másrészt pedig a párom volt olyan tűzről pattant, olyan frappánsat, olyan vicceset akart mondani szerintem, és ott az újságírók jelenlétében válaszolt a kérdésre, még ott akkor két évvel ezelőtt. A Balaton partján egy 5 órás triatlonverseny befutójában, céljában köszöntöttek a születésnapomon, és gondoltam, én is viszonzok valamit ebből a ünneplésből, és akkor kérte meg a kezét. Igen. És akkor ott megkérdezték, igen, és nem hallották, hogy mit válaszolt, és megkérdezte az újságíró, hogy Krisztina, mit válaszolt? Azt mondja, hát azt mondtam, hogy most én kérek 25 év gondolkodási időt. Ez óriási. Ez óriási. Én mondtam, anyukám, te mondtad, akkor de nem mi? Lesz, előbb-utóbb lesz valami, keressük a helyszínt, az időpontot, a poén, tehát hogy valami... Én most tök őszintén kérdezem, 25 éve együtt vagytok. Ez a kapcsolat már kiállta a próbáját. Van két gyerek, ez nem elég? Tehát ezt most még kell... Ez még meg kell toppingolni? Vagy... Csak most elmondtam, nagyon ellene jelent, vagy. Nem vagyok ellene, majd elmondom, hogy mi mellett vagyok. Hanem... Nem, tehát... Nézd, én azt gondolom, hogy általában mindenki a kapcsolat elején házasodik össze. Ugye fél év, három év elteltével. Mi 7 évet vártunk. Ti 7 évet vártatok. Mi 7 évet, mert mi például azért, mert hát mi azt mondtuk, hogy szeretnénk gyereket. Csak azért kérdezem, hogy ez az eleje vagy a vége. Mennyit szánsz még erre a kapcsolatra? Hát még mi hosszú távban gondolkodom egyelőre. Na, az nem az eleje, az így van. Mi 7 év után egy gyereket akartunk, és esküvő után... De akkor csak 12 voltál 7 év után. Hát persze, hogy addig semmi. De mi azt mondtuk, hogy azért, mert hogy a gyermekünk már úgy fogadjon, hogy mi már férj és feleség vagyunk. Meg is fogant az a gyerek az esküvő után. Megmutattam a tesztet, gyerekek, a Csabi nem fért ki az ajtón. Oh. Ha, dolgoztasson szakemberre. És 9 hónap múlva megszületett a lány. Nem, mert ha belegondoltok, ugye egy fél év, három év, nem tudom, általában akkor szoktak, tehát hogy akkor még nem ismered a párodat. Tehát nem ismered minden szituációban. Ezt most tök komolyan gondolom. Tehát ugye azt mondják, jóban, rosszban, betegségben, egészségben. Igen. Tehát, hogy nem tudod, nem értetek meg. Hogy elviszi a józan gondolatokat őszintén. Igen, van egy rózsaszín kötfelhő. De nem ez akkor? Legjobb, miért nem akkor, amikor már átélted a betegségét, volt egy anyagi tönkremeneteletek, és fölálltatok belőle, és még mindig együtt vagytok. Nem akkor kéne megkoronázni a kapcsolatot a vége felé? Igen, mi? Te most azt mondod, ember, egy férfi, egy nő most álljon össze a nyugdíjas otthonba 90 évesen, és próbáljanak visszafele gondolkodni, hogy akkor mi lett volna 10 évvel ezelőtt, akkor még csak 70, vagy akkor ment volna még a szex is. Gyere, vagy hogy? Amikor ilyen pár hónap után összeházasodnak, mert hogy nem nagyon, igen, nem nagyon látnak túl a rózsaszín ködön. De viszont ez meg is fiataliíthatja őket, gondold, hogy úgy érzik magukat,
mintha fiatalabb is házasok lennének. Az viszont olyan cukim, állandó bizonytalanságban élek, hogy... Erősítik az esküt, ismerek minden sok ilyet. Már ez egy bohóckodás. Egyszer már megmondtam, a változás lesz, szólok. Így van, így van. Tehát akkor te 7 évig voltál a Csabival, mielőtt ugye te ugye 25 év egyelőre, és Anita, neked hány év volt, amikor hozzámentél az úrhoz? Az első? Az első, hát egy úr, egy ura volt neki. Egy volt, ez idáig. Hát elváltak. Elváltunk. Ahhoz is gratuláltak, ugyanolyan szív, csupa örömmel. Öt napra pontosan az 5. megismerkedési évfordulónkon házasodtunk össze. Hát de most akkor volt értelme, most már így... Abszolút volt. Elváltatok. Utána még együtt voltunk 7 évig. Ja, hogy 7 évig. A válás után? Vagy a válás közben. Az eskü után. Meggondoltátok 5 év alatt. Így van, de most egyébként óvatosabb lennél másodjára? Hát annál óvatosabb, mint hogy 5 év után megyek férhez. Hát most egyáltalán férhez akarsz menni még újra? Engem nem zavar, sem ez, sem az. Tehát ha valaki nem akar összeházasodni, és úgy együtt élünk, és van így gyerekünk, az sem zavar, de én mondjuk szeretem ezt, hogy egy gyerek mondjuk egy rendezett családi szerkezetbe szülessen. Én sem voltam sose nős. Én ebben konzervatív vagyok, ennyi. Igen. De egyébként a házasság egy csodálatos dolog, most, hogy így elmondtátok. No. Kezdek kedvet kapni hozzá. Nem, tényleg. Egyrészt, ahogy Szandi leírja, az csodálatos. Na jó, de hát nem mehetsz hozzá Csabihoz. Nem, mert minimum... Itt a Csabi a csoda, nem a Szandi. Jó, az időpontban nem tudok segíteni, ideális helyszínt nem találtatok. Te úgy hova képzeled magad? Ez ilyen csárdás, vagy ilyen sátoros dolog, vagy inkább fehér zakós tengerparti futkározás, összead egy Maldív pap, és tehát, hogy melyik... Mind érdekes felvetés. Először az első az volt, a csárdás az volt, tehát én azért... De csárdásos voltál már. Igen, már 40 évvel, 30 valány évvel ezelőtt már voltam én egyszer házas, elváltam. Tehát egyrészt ezért az némi indok annak, hogy megfontoltabban kezelem ezt a kérdést. Igen, ráadásul a mostani párom, aki 27 éve a párom, végig szenvedte velem azt a válási folyamatot, tehát ebből következőleg nagyon józanul és belátóan viselkedik ebben a kérdésben. Egyébként pedig tényleg aktív helyszínkeresésben vagyunk, tehát például a Balaton felvidék, a Káli-medence és környéke, ott van egy kis háza családnak, ott találtunk egy-két olyan helyet, ami vonzónak tűnik, és egy hangulatos. Csak akkor oda, most vidékre, hogy jutnak le a vendégek? Sok vendéget akartok, tehát egy nagy, ez 150 ember. De mind kérdés, mind a levegőben vannak, és újabb kérdések jönnek, mikor ez a válaszok nincsenek, úgyhogy izgalmas, de... a koronavírusra. Az idejére azt ezzel teljesen megúsztuk, tehát ez biztos, hogy az idén ez most a jó kifogás. Jövőre talán, és a 21 lehet, hogy nyerő szám lesz a 21, ki tudja. Nálatok volt vita a helyszínt illetően? Nem. Tehát a helyszín az egy közös akarat is. Nem, nálunk a feleségem eldöntötte. Angliában képzeld el, úgy van, bocsi, hogy ha lányod születik, akkor a születése pillanatában egy külön bankszámlát nyitsz, amit az esküvőre félreteszel. Mikor én ezt meghallottam, olyan boldog voltam. Jaj, de jó, semmi dolgom. Megyünk oda, és tényleg az esküvőnek a költségét az apukája állt, a lánynak a családja, minden. Nem tudtam, hogy az angol száz szokásokban az van, hogy például a vacsorához jár egy üveg bor, azt megisszuk ott négyen, de utána abból nézni akarsz, akkor te magadnak kell megvenni a piát. Te magadnak... Én, mint vőlegény, ott álltam, és a bárba úgy néztem, hogy hát, ha valaki fölismer, hogy én vagyok a vőlegény, és meghív valamire, mert hihetetlen drága volt, mit tudom, egy gyűjtsz volt, 5-6 font. És úgy, tudod, ismeretlen rokonoknál, hello. És akkor hozták, de kettőt tudtam meginni, csak mert a többiek nem hívtak meg. Nem. Hát a legény búcsúban négyen voltunk, és négyen vettünk egy korsó sör. Nem volt több pénzünk. Szörnyű volt. Térjük vissza Tamásra, ti hova képzelitek? Ugye ő egy híradós... Balaton felvidék. Ne. Ő híradós, ugye a híradósnak nagyon sokszor a személyiségét nem látod, mert ő egy nagyon szeriőz műfajban van, tehát nem nagyon de tudjuk... De triatlonos is. Hogy igen, ezt tudjuk róla, hogy sportol, szeret futkározni,
És más nem nagyon tudunk. Tehát, hogy ti hova képzelitek a de Tamást? De fontos, nem ismerjük a párját, és szerintem az is fontos, hogy ő... A párod is szeret futni? Még én sem. Szandi, a másik hivatkozása, én is úgy érzem, még nem eléggé ismerem. Tehát még a 27 éves semmi. Még az ismerkedés szakaszában vagyunk. Hogy szeret-e futni? Neki egy, hát nem, sajnos nem, de a Balaton felvidék az tetszik neki, tehát az kifejezetten az ő javaslata. Hát, igen. Ha beszélünk valami másban, látom, hogy nem akarsz erről nagyon. De, csak olyan nehezen. Óra alatt alig bírod kihúzni belőle, hogy hol akarod az esküvőt. Szóval... Ennyi év után valami poént mindenképpen bele kell vinni. Én is ezt keresem még. Szandi, szállj le a Tamásról, nem akarja. Nem akarja. Nem akarja. Nem, nincsen semmi a verzión, tehát semmi olyan. Steve, bocs, ez neked. Ez neked. Most a fiók. Beszéljünk valami másról, mert jó. Hatalmas megdöbbenést okozott ugye Lékai kis Ramón, egyébként pár héttel ezelőtt még itt ült velünk is, amikor kiderült, hogy 19 év után távozik az RTL Klub képernyőjéről, és átmegy a legfőbb konkurenshez, a TV2-höz. És most Ramira összűzúdult a Facebookon, meg az Instán, meg minden, tehát több száz ehhez hasonló kommentet. lehet olvasni. Egy párat felolvasnék nektek, csak azért, hogy beszélgessünk arról, hogy ez normális-e. Szégyeld magad, nagyon csalódtam benned, pedig te voltál a kedvenc színésznőm és műsorvezetőm, követlek mióta tiniként bekerültél az RTL-re, és most képes vagy átmenni a konkurenciához. Hát elfelejtetted, mit kaptál az RTL-től? Vagy ez a köszönet annak, aki felnevelt. Remélem nulla lesz a nézettség. Áruló vagy nem, áruló nem vagy te senki, ezek után le vagy írva, sitz. A sitz az nem az. Miért ne válthatna valaki munkahelyet, hát hogyha... Én, gyerekek, több minden nem értek ebben. Bocsánat, ha egy Tesco pénztáros átmegy az Osam, akkor áruló? Tehát, hát hogy egyébként ez most, neki az a munkája. Keres, vagy igen. Kevesebb munkával ugyanazt a pénzt meg tudja keresni, vagy valami ilyesmi, akkor átmegy a pénztáros. Jó, hát azért ez, ha belegondolunk, én nekem egy csodálatos dolgot él ez az, hogy a televízió igenis él és virágzik, és még mindig embereket megmozgat, és érzelmeket vált ki. És mint egy foci csapat, az olyan szinten tudnak kötődni, reméljük az Artélihez is. Van, Tamás, ezt most komolyan kérdezem. Tehát elég érzelmileg ennyire érintettek az emberek, igen, hogy egy logóba az szerelmesek, igen, és annak drukkolnak. Nem mindegy, hogy a kedvencük melyik képernyő van. Nem. Műsorban volt, amihez különösen sok érzelem kötődött. Soha nem fognak oda menni hozzá az utcán, hogy te rohadt áruló. Ezt azért csinálják, mert meg lehet mindenféle név és arc nélkül csinálni. Ebben igazad van, de ez mégis egy vélemény, és nem kevés volt ilyen. Tehát ezt akarom tőletek megtudni, hogy van-e ilyen, tehát ahogy te mondtad, mint a foci csapatoknál, hogy Újpest drukkerek, meg Fradi drukkerek. Vannak RTL drukkerek, meg TV-ket, meg ATV drukkerek? Tehát, hogy ilyen ez valóban én létezik, és árulásnak számít. Én a TV-ben tök mindegy, melyik csatornán, igen, van, megnézem, mert de szeretem a Kálámból például. Annyira egyértelmű, hát ott nem foglalkozták most éppen, de vagy ha foglalkoztatták, hát akkor játszok, nem ilyen műsor van, mint amilyen hát lehetőséget most itt kapott. Kérdeznék őt is. Mit mond ő egyébként? Nem tudom, nyilatkozott hát erről? Ő nem nyilatkozott, az Ördög Nóri védte meg, mert hogy vele hasonló történt, ő azt mondja, ez egy kegyetlen dolog. Én is nagyon élesen szembesültem azzal, hogy mennyire megítéltetik az ember egy olyan hétköznapi döntés miatt, amely egy banki dolgozó vagy egy pénztáros esetében természetes, mármint hogy munkahelyet vált. Az egyik nyilatkozó azt mondta, és arra hivatott, abban van valami, ugye elég fiatal, és ha jól tudom, tényleg ott kezdte, vagy ott lett népszerű. Igen, mint a Barátok közben. Erre lehet hivatkozni azért, hogy mondjuk, hogy egy viszonylag ismeretlen emberből, színészből, műsorvezetőből valahol valamit felépítették a karrierét. Aki már ismert ember óta, annál kevésbé játszik ezzel. Ilyen eljárás van, tehát hogy a te életedben is hány csatornán nem voltam élettel a másikhoz. Szóval ő köszönhet sokat az RTL-nek, biztos meg is köszönte, amikor elköszön, nem tudjuk. Tamás, mindenki kezdi valahol. Ez nem egy indok, hogy ott nevel, vagy ott fedezték fel. Hát mindenkit valaki felfedezett. Én a Fenyő Miklóssal a mai napig nagyon jóba vagyok, annak ellen, hogy ő fedezett fel, és 4 évig dolgoztunk együtt, 31 éve vagyok a pályán. Volt és tapsolt, felállva tapsolt a Szandi, én láttam. Hát, kicsit. Igen, ott volt mögöttem. Együtt drukkoltunk a Fenyőn. De hogyha ott az RTL-ben nem kapott olyan lehetőséget, amit most a TV2-nél megkapott, akkor akár pénzbe, akár elismerésbe, akár feladat nagyságát tekintett, dolgozni szeretne, kapott egy jó lehetőséget, tehát hogy nem értem. És korrektul jött el egyébként. És azokat az embereket, akik ezeket a kommenteket írják, megkérdezném, hogy mondjuk a jelenlegi munkájához képest valami, egy konkurencia
konkurens cégnél kap 20%-kal több fizetést, nem megy el azonnal. És ami, ahogy te is mondtad, nem biztos, hogy csak fizetésről van szó, szóval egy olyan feladatot kapott, amit itt nem kapott volna, és ez nagyon érdekli. Ez neki egy mérföldkő a pályáján, egy csak a pénzről szól. Én Angliában nagyon sok televíziót nézek, két nagy szappanopera van, a Coronation Street meg az EastEnders. Nincs olyan, hogy az egyik színész átmegy a másikba, és a másik a harmadikból a negyedikbe. Tudjátok miért? Mert nyilvánosan az van, hogy én a Coronation Streetbe évi 45 000 fontot keresek. Te is tudod, néző, a producer is tudja, mindenki tudja, és mindenki boldog. Igen, mert kiszámítható az élete. Az, hogy a Raminak oda kell jutni, hogy gondolkozik amellett, hogy a fene egye meg 20 éve itt dolgozom ennél, és hány éve dolgozunk televízióba. Ha csak a töredékét keresnénk annak, amennyit a nézők képzelnek, hogy mi itt egy adásért kapunk, a bocsin kívül, ami milliós összeg természetesen, de nem hiszik el, akik ezeket írják, azt hiszik, hogy a kis Ramona, ő évente az RTL-től fölvesz 60 millió forintot. Nem, sajnos, annyit kellene. Ezzel teljesen egyetértek, de nem tudjuk az okai. Ti hát egyébként... én se tudom az ő okát, de... Az a baj, hogy alapvetően úgy alkotnak véleményt, és úgy szídják őt, meg bántják, hogy nem látnak mögé. Nem tudják, hogy miért hozta meg ezt a beszélgetést. Hát ez meg az internet. Ti egyébként mi a tehetségkutató? Ti azért nézitek, mert baromira kíváncsiak vagytok, hogy találnak egy újabb aranytorkú énekest, aki jól mozog, vagy a műsorvezető és a zsűri és ezeknek a jókofáskodása miatt. Mi már nem, akik itt ülnek körülötted, mi már nem nézünk ilyeneket, mert átlátunk rajta. Bocsánat, aki... Miért nem néznénk a jót? Én nem nézem. Köszönhetjük tehetségkutatóknak, tehát igenis van értelme. Nem ezt kérdezem, te miért nézed? Én azért szeretem nézni, hogy tök jó érzés felfedezni, hogy jönnek újabb tehetségek. Vannak tehetségek. És akkor én nézem. Te vagy zenész vagy, hadd szeresselek már még téged, ne jöjjön Tóth. Most ez rossz példa volt. Bárki, hanem most még egy kicsit Szandi, mert 14 évesen megszerette, és 72 éves koráig lássuk be, tehát mi a kulisszák mögé látunk, és másképpen kritikusabb szemmel, vagy esetleg másképpen megértőbben fogadjuk, vagy nézzük a kollégákat. Tehát... Igen, de mi kell, hogy a kereskedelmi televíziónak annak van egy olyan tulajdonsága, hihetetlen tehetséges emberek irányítják és gyártják a műsorokat, de van egy olyan tulajdonság, hogy nekünk a reklám időt kell eladni. Ott kell tartani a nézőt a reklám alatt. Ezért nekem olyan minőségű műsort kell gyártanom, ami nem jobb, mint a reklám, mert ha jobb, akkor elkapcsolnak. Az egy kultúrsok az emberben. Jézusom, Steve, ez mi? Ez? Tehát gyakorlatilag egy palmolív dezodor szintjén van egy tehetségkutató műsor, van, de semmiképpen nem lehet jobban már. Nem lehet jobban, nem is tud jobb lenni, hiszen a néző elkapcsol. A rendszerváltásnál, amikor megpróbálták a keresztapát leadni az egyik kereskedelmi televízióba, és megszakították reklámmal, az olyan kultúrsokként érte a nézőt, hogy azt mondta, hogy menjetek a... Nem ismerték még azt a jelenséget. Nem ismerték a jelenséget, még nem voltak odáig lebutítva. Mert ők a televízióban olyan színészeket láttak, mint Besenyei Ferenc, Kálai Feri bácsi, Kálmán György, és ő neki az volt a színész. Most gondold el, hogy egy akkor induló szappanoperát meglátott egy kultúrember, édesanyád, édesapád, pedagógus, újságíró, aki azt mondja, hogy mi ez, gyerekek? Hát mi eddig 30 éve ti színészeket néztünk. Na, hát átalakultak a fogyasztói szokások is. Hát átalakították. Steve, te, hogyha egy sorozatban elvállalna egy szerepet, neked fontos, hogy melyik csatornánál? Nem, egyáltalán nem, csak fizessenek. Őszinte, én. Jó. Tamás, te megjártál egyrészt több csatornát is, de több műfajt főleg. Neked mik voltak az okok a csatornaváltásra? Rém egyszerű okok voltak, ugye a Szerencsekerék még az M1-en kezdődött, akkor még csak az volt. Ennyit a kereskedelmi televíziózás jelentőségéről. Tehát ez 93-tól 97-ig ott futott, aztán a gyártóstáb, az MTM kommunikáció vásárolta meg, vagy alapította meg a TV2-t, és ott értelemszerűen úgy futott tovább, ezzel futtatták föl az új csatornát, ahol aztán a csatornán belül a Szerencsekerék mellett már híradós, sport, meg egyéb feladatokat is kaptam, aminek
az első 5 év végén egy vezetőváltás következtében egyszer csak vége lett a vetélkedőnek, és vége lett a sportosztálynak, úgy ítélték meg az akkori új vezetők, hogy nincs szükség sport híradóra, sportműsorokra, és egyszerűen utcára kerültünk, az általad is talán jól ismert Csisztus Zsuzsával, akivel együtt voltunk a Tények Sport. Ismerem. Hát, könnyebb olyan lányt mondani abból az időből, akit nem ismer. Tehát ott ennyi volt. Utána például életem televíziós szempontból talán itteni 11 év mellett, már 11 év vagyok az ATV-nél, legsikeresebb, vagy szakmailag számomra legértékesebb időszakon következett, amikor teljesen, hogy megkezd szabadúszóként. Igen. Tehát kikerültem az utcára, és elkezdtem egy pár napig gondba voltam, és aztán rájöttem, hogy elkezdem gyártani azokat a műsorokat, amit addig is csináltam a TV2-nél, sportműsort, autós műsort, egyebeket, és akkor még a reklámpiac virágzott, és egyszerűen rá voltam szabadítva a reklámpiacra, ha meg tudom szponzoráltatni, akkor a műsor. És ha nézik, akkor, és az a 6 év, az tökéletesen visszaigazolt, egyébként még Állatbarát magazint is, Anitával is készítettem riportot a Duna TV-nek. Neked semmi nem volt szent. Autós műsort a Csak a tévében. De csak azt csináltam, és addig, amíg nézték, nézettség volt, szponzori bevétel volt, és ez egy visszaigazolás volt arra, hogy jól csinálunk-e valamit, vagy nem. Egyébként alapvetően, amit a Steve mondott az előbb, hogy mindet csak fizessenek, persze, tehát nagyon fontos, hogy fizessenek, és úgy érezze az ember, hogy meg van becsülve, de az is szerintem nagyon fontos, hogy jól érezd magad abban a műsorban, boldogan menjél, mert őszintén mondom, én nem egy dologra mondtam nemet, akkor is, amikor hát, hogy azért jól jött volna. Mert éreztem, hogy nem lenne nekem az jó. Nekem is volt olyan, hogy nagyon sok pénzért. Nagyon erős vagy, ezt megteheted. De sok kollégánk, nem akarom mondani, hogy ki, ő nem tud nemet mondani, hanem mindent elvállal. Megörült a Steve, komolyan. Nem csak mutattam, hogy te tudod, hogy kit az ott. Tudod, hogy kire beszélek. Én legalább tudom. Hogy tudjon jutni az ember odáig, hogy nem kell mindent elvállalni. Igen. Amiben jól érzed magad, azt elvállalod, de amiben tönkremész egészségileg, lelkileg vagy pszichésen, és tudod, hogy nem fogod magadot jól érezni, fizethetnek akármennyit, akkor sem vállalom el. Például a Csabi, amikor még az első emeletben ugye több 1000 tini megőrült érte, hogyha ő akkor mondjuk hallgat Kozsó hívó szavára és beáll a Shy Guys-ba, akkor... akkor ez árulás lett volna? Biztos, hogy ha ő nagyon akart volna, akkor meg tudták volna beszélni. Hello. De ott is voltak, ott is voltak ilyen ide-oda vándorlások, mert volt a Step zenekar, átmentek a Step zenekarba. Igen, de nem az árulásra vagyok kíváncsi, hogy az akkor azt úgy fogták volna fel, egyrészt a zenészek. Lehetséges, hát hogyha inkorrektül megy el, és te örültél volna, hogyha most egy sájgázos lenne a férjed? Én jobban örülök, hogy egy nagyon jó gitáros a férjem. Nem a zenekarokban. Folytatjuk egy érdekes jelenséggel. Koronavírus a téma, ugye, amíg tavasszal tényleg mindenki nagyjából, nem csak Magyarországon, hanem a világon is nagyjából igyekezett fegyelmezetten tartani ezeket a korlátozásokat. Most így nyártól őszig egyre többször nyilvánulnak meg a vírus tagadók. És ugye nagyon széles a skála, van, aki egyáltalán a vírus létezését tagadja, van, aki csak az intézkedéseket tartja indokolatlannak, tehát mindenféle van. És ez egy nemzetközi trend, az USA-ban, Németországban rendszeresen tüntetnek csoportok, és ez Magyarországra is begyűrűzött, ugye nemrég kb. 1000 ember vett részt egy ilyen koronavírus járvány terjedésének megakadályozását célzó intézkedések ellen szervezett demonstráció, szép ez a mondat. A lényeg az, hogy a 444.hu kint járt, és forgatott egy ilyen tüntetésen azokról, akik tagadják a vírust, és felháborodnak azon, hogy egyáltalán vannak intézkedések. Nézzük meg! Tisztaság áldott hangja. Százszor leírták már, hogy ez egy annyira mikroszkópnyi vírus, hogy mindenen átható, semmi értelme nincs a maszknak. Az egész arra jó, hogy pofa bekuss, és tarts rávon magadtól az embereket, a barátaidat. Köszönöm szépen, ilyen világban nem kérek. Márciusban, amikor az egész esemény úgymond elindult, kimentem, hogy megnézem, hogy tényleg? De ha kimész a városba és megnézed, hogy milyen boltok vannak nyitva, például a gyógyszertár, vagy az egészség megolvása érdekében a dohánybolt. És mi van zárva? A ruhaboltok, a játékbolt, a könyvesbolt.
És akkor elgondolkozol, ez nem a járványról szól, ez a pénzről szól. Egyenlőre arról van szó, hogy le teszt pozitívakat mutattunk, nem betegeket, teszt pozitívakat. Sose raktuk tisztába ezt a dolgot, hogy egy teszt pozitív, az nem beteg. Van egy vírus nyilván, de hát hány vírus van? Az egész világunk tele van vírussal, baktériumokkal, mikroorganizmusokkal. Az ön belébe is van nem tudom hány százféle. Amiért 500-as van a vállamon, hogy ahhoz, hogy ezt az egészet átlásd, ahhoz már nem elég, hogy 100-as vagy. Ahhoz már legalább 500-asnak kell lenni. Na, ilyenek is hasonlók. A szakállas úr egyébként testépítő és gyógyszerész. Igen. Tehát, hogy nem teljesen hülye a dologhoz. Jó, akkor megkérdezem, meg kell, hogy kérdezem tőletek, hogy hol álltok? Gondolom, ti is hallottatok már olyat, nem, hogy nekem volt több ismerősöm, te hiszel benne komolyan? Hát ez nincs. Nekem volt, amikor idefele jöttem, egy barátomat felhívtam, beszélgettünk tök más dologról, mellékesen megkérdeztem, hogy egyként hogy vagytok? Hó, ne is mondd, 4 gyerekük van, és a 18 éves lányuk lett koronás most. Hmm. Olyan állapotban van, azt mondta, hogy 18 év alatt soha életében nem volt még ennyire beteg. Tehát az az alattomos szerintem ebben a vírusban, hogy van, akin ugye úgy megy át, hogy semmi. Igen. Van, aki meg iszonyatosan, lásd ugye most a Gömöri Zsolt is, hihetetlenül szenved, nagyon megszenvedi. Nekem nem egy ismerősöm, akivel hál' Istennek egyáltalán nem találkoztam, csak telefonon beszéltünk, esett át úgy a víruson, hogy iszonyatos, borzalmas állapotba került. Nekem ismerősöm van, sógorom közeli rokon, aki átesett rajta, és azt mondta, őt úgy gyötörte meg, hogy a pokol kapujába, tehát hogy a hajszála fájt minden. Tehát, de én ebbe nem hiszek, hogy ők összejönnek, ez megint a modern kornak a hatása, amikor algoritmusok szerint különböző csoportoknak küldünk üzeneteket, álhíreket, fake newsokat. Abszolút, és a közösségi média nagyon komolyan felelős ebben. Benne van ez, hogy nincsen vírus. Nincs vírus, ja, és még azt is olvasd el, mert egyből följön egy, hogy lapos a föld. És gondold el, hogy kettőt viszek tovább. Nincs vírus, meg lapos a föld, szemetek a mocskok. És utána ő elkezd ebbe hinni. Abszolút. És miután a közösségi média ilyen a fő felület, amelyen hát az... terjednek ezek a hírek, álhírek, vagy logikusnak tűnő magyarázatok, hát itt van például Jolinak is egy posztja. Joli, tudjátok, ez persze, a mulatos sztár. Belül az A8-asba. És, de a vírus most A6-osba fog. Azt mondja, akkor összegezzük reálisan a helyzetet. Egy, tavasszal szabad parkok nem voltak látogathatók, lekordonozták a padokat, játszótereket, mindenkit hazazavartak egy sétára. Aztán halálos zsúfolt boltokban, ahol egymás szájvizit is érezni, sorban állásnál viszont nem volt gond a tömörülés, ahogy a tömegközlekedésnél sem. A plázák folyosóin nem terjed, az éttermekben nem terjed, a kávézókban nem terjed, a moziban nem terjed, csak a boltokban. Jó, de hát ezt tudod, úgy van, egy új vírussal van dolgunk, tehát nem nagyon tudjuk, hogy mit kellene csinálni. Mindenki egy picit tapogatózik, hogy hát lehet, igen, hogy ez egy nagyon kéne. Nagyon sok dologban hát, azt érzem, hogy átgondolatlan. Tehát 11-kor zárjuk be a szórakozó helyeket. Miért a vírus pihen délután? Hát 11-kor kezdenek el szállingozni a fiatalok, ezt onnan tudom, hogy 20 éves múlt a lányom, és ő rendszeresen. Hogy foci meccsen se igyanak, megölelgessék egymást sörrel a kezükbe az emberek. Van egy-két olyan dolog, ami tényleg még ilyen, nem értem, hogy azt miért lehet, én azt se értem, és most kicsit magam ellen beszélek, hogy az edzőtermekbe be lehet menni, ott izzadnak. Tehát én és másféle kipárolgás is van, meg erőlködés is, nem tudom. Hogy azok mert ugye nyitva lehetnek. A sportot nem veheted el az emberek. Nyitva, de várjál, nyitva lehettek eddig a szórakozó helyek is vígan, és ott aztán tényleg egymás nyakába lihegnek. És nem lehet bezárni szóval mindent, mert tudom, az emberek ott dolgoznak, tehát azok, akik működtetik ezeket a helyeket, mondjuk vendéglátóhelyeket, azok az emberek dolgoznak, azok az emberek abból tartják el a családjaikat. Jó, én is igen, családot de kéne eltartsam, de én se tudok most dolgozni. Igen, tehát, hogy ez egy olyan kör, hogy nyilván... Igen, de mit választ mondjuk az pincér vagy felszolgáló, hogy 2 hétig ez a vírus ebbe, akit megvisel, az olyan, hogy nincs az, hogy egy picit jobban érzed magad, hogy jaj, látom az alagút végét, ma már nem izzadok annyira, már nem köhögök, és mintha szakadna föl valami, Szív, pedig az ne. Embereknek a nagy része a statisztikák szerint lábon kihordja úgy, hogy nincsen semmi különösebb baj. De az biztos elmegy dolgozni, és mondja, na, hogy én nem akarok. Hadd mondjam, egy kicsit objektíven, híradós szemmel, mert naponta foglalkozunk ezzel a dolgokat. Az a probléma, aki nem érzi, az továbbadja. Hogy, hogy, ugye,
hogy két dologban valóban ez keveredik, és ez a félreértés oka, hogy egy betegségről van szó, ami súlyos is lehet bizonyos embereknél, ugyanakkor más emberek, a 80% vagy 90% egyáltalán semmilyen tünetet nem mutat, vagy nem viseli meg, viszont ők is vírushordozók, továbbadják ettől, gerjesztik ezt a betegséget, és sok-sok öreg beteg embert fertőznek meg, akik viszont belehalhatnak. Igen, a bizonytalanság oka ez, hogy ők csak azt látják, ezek a szkeptikusok, hogy na, ő is megkapta, semmi baja. Tehát ők nem látják viszont azt, mert nem halt meg még rokonuk. Ha lenne a családjában egy olyan, aki meghalt, vagy nagyon súlyos beteg volt, mint ahogy mondod a példákat, akkor mindjárt másképp fogom. Az a baj, hogy a hülyeség is pont úgy terjed. Tehát én most, te ugye mondtad, hogy híradós vagy. Azért ne felejtsük el, hogy óriási szerepe van a közösségi médiában, annak, médiának abban, hogy ez a dolog terjed, és egyre többen hisznek abban, hogy nincs. Azt egy kérdés még a végére ezzel kapcsolatban. De meddig tartson nem a szólásszabadság? És holnapig, megint... holnapig tartson, de utána puslegen! Nem, arra gondolok, hogy ugye ő, mint híradós, azért a hagyományos médiának azért vannak felügyeleti szervei, vannak főszerkesztők, valaki felel azért, ami ott információként kikerül. A közösségi médiában senki nem felel. Legyen szólásszabadság, vagy legyen az, ami egyébként a veszélyhelyzet alatt volt, hogy bizony álhírterjesztők büntetéssel kell, hogy szembesüljenek. Más, azért ez egy kicsit más tér. Ezt kérdezem tőletek. Hát ezek vélemények, amik elhangzanak, azt kellene tudni azok között válogatni, illetve helyre tenni. Nem az a lényeg, hogy mit mond valaki, hanem hogy ki mondja, és annak milyen hitele van. Igen. Egy feltehetőleg egy televízióban, hogyha vannak hiteles személyiségek, szerkesztők, olyan stáb, aki hát többször is megvizsgálja a hírek forrását, az egy objektív hírforrás, egy Facebook, egy Instagram, az nem feltétlenül, főleg ha ismeretlen emberek, akik nem megfelelő tájékozódással. Ez a példa rá. Így van. Jó. Jövünk vissza nem sokára azzal a témával, amivel elkezdtük, a dekoltázs, mert hogy egy hölgyet egy francia múzeumban nem engedtek be, mert túl nagynak találta a nem tudom, teremőr, vagy nem tudom kicsoda, a dekoltázsát. És majd egy picit vizsgáljuk már meg, hogy egyrészt mire való az a dekoltázs, megnézzük a hölgyet, hogy néz ki, szerintem egyébként teljesen rendben van, semmi közönségesség nincs benne, és azt is megnézzük, hogy ez a múzeum amúgy milyen képeket állít ki, és ezeket szépen összehasonlítjuk. De ez nem templom, ez egy múzeum. Igen, ez meg reklám, ami most jön, és a reklám után jövünk vissza, Anita! És folytatjuk a hashtag bocskort egy nagyon-nagyon izgalmas témával. Képzeljétek el, hogy diszkriminációval és szexizmussal vádolták meg a párizsi Musée d'Orsay. Jól mondom? Musée d'Orsay. Miután a múzeum egyik dolgozója nem engedett be egy fiatal nőt, mert megítélése szerint túl mélyen volt kivágva a ruhája, aztán végül beengedték az épületbe úgy, hogy fel kellett venni egy blézert, és kiposztolt a Twitterre egy képet a következő szöveggel. Nézzük meg először a hölgyet, és én mondom hozzá a szöveget, ő egyébként az, teljesen elegáns, nyilván mély a dekoltás, szó se róla. Hát nem, a dekoltás nem mély, a melle van nagyon magasan. Igen. Inkább azt látom, nem? Tehát, hogy... Nem tudom, hogy ez magas-e. Beszéljünk erről, ő azt mondja egyébként ezzel a történettel kapcsolatban, az volt az érzésem, hogy mindenki a melleimet nézi, nem voltam több a melleimnél. Nem csak egy test vagyok. A kettős mércétek pedig nem lehet akadálya annak, hogy hozzáférjek a kultúrához és a tudáshoz. Igaza van. Hát ebben azért van egy kis provokáció is, szerintem provokálás. Nem azért, ez egy elegáns ruha. Ez egy nagyon elegáns, ez nem egy olcsó ruha. Csak nagyon mélyen dekoltált valóban, egyébként csinos benne. De hát természetes, hogyha mélyen dekoltált ruhát vesz fel egy nő, és elkezd beszélgetni egy férfival, akkor a férfi kevesebbet fog a szemébe nézni. Te azt mondod természetes, ő azt mondja nem. De most hadd kérdezzem meg tőletek, lányok, mire való a dekoltás? Mert ugye mi is hordhatnánk ilyen mélyen, tehát a kaszatibin kívül nem hord senki ilyen pólót, de mi nem hordunk. Hát, mert te nem akar... Jó alakú sportos, jó srác. Igen, meg nem akarod borotválni, tudod? Mert akkor az borotválni is kell, ha egy férfi ilyen mély dekoltást hord, akkor azt ott ki kell gyantázni. Hát azért Thomas Magnum még azért ott villantotta a pamacot. Freddy Mercury-t nem zavarta ez a dolog például. De igen, mondjátok meg először ti csajok, hogy mire való a dekoltás, mi a funkciója? Hogy a nőiségedet hangsúlyozd. Igen, tehát hangsúlyozd. De az teljesen természetes, pláne amíg egy láncot veszel föl, hogy az vezeti a tekintetet. Tehát, hogy amikor így öltözöl föl, akkor tisztában vagy azzal, hogy te megmutatod a másodlagos nemi jellegednek a formáját és méretét. Első randisúha ez. Nem?
Hát a hölgynek. De akkor, most... mi, akkor miért vagyunk mi szexisták, mi férfiak, hogyha mert egyébként oda... Mert te nem mondd, mert te szépen fogd be a szád, és ne tegyél megjegyzéseket. Nem, itt a lányok egymásról, aha nem, nagyon aranyos, jó ki van vágva, na, nagy melle van szír. Hozzá, mi de mi nem mondjunk semmit, csak azt, hogy nem, nem is ilyen... láttam, csak a párnát néztem. Ez egy ilyen hülye feminista szöveg, tehát azt gondolom, hogyha valaki fölvesz egy ilyen ruhát, ami egyébként akkor szép, elegáns, térdig ér, tehát nem közönséges. Nem, ez abszolút, ez egy nagyon elegáns. Szép ruha, akkor, de ne csodálkozzon, hogyha valaki... Az, hogy miért nem engedik be, azt nem értem, de az, hogy a mellét nézik, igen, az normális. Én is beengedném, így most hagyj jöjjön be, hát nincs kinn a mellbimbója. Tehát nem, jaj, mert az mellett. Az indok, tehát hogy bocsánat, be lehet lépni mellbimbó nélkül, de ha van mellbimbód, akkor negye. Ha látszik, akkor ne lehet. Be lehet lépni mellbimbó nélkül. Jó, de akkor... Szerintem, ha így ki lenne pakolva a melle, akkor persze mondanám, hogy ne haragudj. Na jó, de most így van a melle, mert így ül. Igen, nem láttuk köszönöm. Így, hogy bemegy a terembe, hogy jó napot kívánok, hol a Renoir, és mutatja, hanem csak egy kicsit így. A kérdés, hogy mi volt kiállítva? A barokk festmények 90%-án mesztelen vagy félmesztelen nőket tekint meg a múzeumban. Mindjárt meg is nézzük. Ez mégis egy kusztusos szép, ebben nincs... Nem közönséges. Igen. A múzeum az olyan helye, ahol az öltözékkel meg kell adni a tiszteletet, kérdőjel. Szerintem illik azért. Igen. Hát, hogy ne menjél be rövid nadrágba. Hát egy nyilván templomok egyetek. De igen, például színháznál, múzeumnál miért jogos, hogy öltözékünkkel megtiszteljük a mit? Az észületet? Az alkalmat, azt az alkalmat, hogy ünneplőbe öltözik a lelkem, hogy végre egy olyan... A kultúrát és a művészetet tisztelem meg. Mit tudom én, Németországban színházban farmában mennek meg kulcsiba. Hát ahova te jársz. Ahova te jársz. Nem. Oda tényleg. Operában nem nagyon láttam. Nem operába. Na jó, de hát egy... Engem zavar, hogyha a színházban valaki egy kinyúlt pulcsiba van. Igen, de tehát színházban is, adjuk meg a tisztelettel. De kinek? A színészeknek. Igen, nekem. Igen, ott áll. Igen, minden nap próbál, és... Próbálom nem elkapni a vírust, és most megyünk oda, és képzeld, minden néző maszkba van. Egyszerűen az, hogy ne vonj el a figyelm, úgy illik öltözködni, hogy ne vonjuk el a figyelmet a színdarabról, a festményről, stb. Igen, tehát eljövök egy ilyen műsorba, egy ilyen beszélgetős műsorba, akkor természetes, hogy néző, az ember nem vendége, a stílist felöltözik, amit ad rá a ruháztató a színpadon. Hát igen. De múzeumban napközben szoktunk menni, megnézzük a várost, hogy mindenki az, aki megruházott. És akkor oda besétálunk. Amikor Párizsban voltunk családilag, akkor ugye egész nap jöttünk, mentünk, nem fogok magas sarkúban és csinos ruhában csatangolni egész nap Párizs utcáin. És még egy kicsit olyan hülyén is éreztem, amikor bementünk a múzeumba, és olyan tornacipő volt rajtam, meg ilyen szakadt farmer, és olyan... Volt egy kicsit olyan érzésem, hogy múzeumban lehet, hogy egy picit úgy alul öltöztél. Igen, tehát bennem volt egy ilyen érzés, mert igenis, és szerintem ez a nő csinos, igen. Én biztos, hogy beengedném, nem rakta ki a mellét, mélyen dekoltált, és akkor mi van? Hát gondolom azért ebben a Párizsi múzeumban a belépő szerintem egy 50 euró. Tehát amikor családostól, tudom, nehéz ezt elképzelni, de mondjuk ketten elmentek és 100 eurót. Melyiket, az 50 eurót elképzelni, vagy a családot? Jó. Na mindegy, hogy ha már fizet szerintem, akkor ahhoz, ha már fölöltözöm, ahhoz kiteljesedik a kép, és azt mondom, igen, ez egy kultúrnap. Amit eltöltöttem, és hihetetlen, hogy milyen szép lesz egész életemben, hogyha visszagondolok erre a hatalmas nagy merre. Igen, csak Múzeumra! Szóval valamit mondanál. Szóval szerintem megadjuk a tiszteletet bizonyos szempontból a művészeti alkotásoknak, a művészeknek, színházba, templomban. Templomban nyilván. Templomban nyilván ennél lényegesen zártabb ruhába lépünk be, sőt, vannak olyan helyek, mondjuk a Vatikánban effektív nem engednek be egy bizonyos nadrágposztnál, Izraelbe sem. Hát igen. A születés templomába bementünk ott, és hát rá kellett tenni a vállamra. Ez teljesen normális. Ezeket meg kell tisztelni. Ti pasik mit szerettek jobban? Mutasson egy nő, vagy inkább legyen sejtelmes? Inkább olyan sejtelmesen, de mutassa. Hát mindenképpen. Attól függ, hogy milyen a nő, nem? Igen. Ha van mit mutatni, akkor nyilván... Ha veletek van a nő. Hát akkor ne mutassa. Igen.
a más a saját feleségeitek, vagy ugye élettársad, mutasson, vagy nem mutasson? Hát csak nekem mutasson, ha lehet, mert ha másnak is, akkor letöröm a derekát. Szóval annyit mutasson, amire büszke lehetek, de nem túlságosan kihívó. Tehát így nem engednéd el múzeumban? De csak egyedül. Így egyedül menjen. De nem a De akkor azt hiszik, hogy préda, ha egyedül megy. De hát ha egyedül megy, akkor azonnal ráugra, azt hiszik, hogy préda, tehát ne egyedül menjen. Ja, jó, hát de azért vannak ott ilyen, látod, van biztonsági őr, nem? Igen, van, hát ő küldte haza, majd. Nekem az egészen az a problémám, hogyha valaki kirakja mellé csinos, de kirakja, akkor ne háborodjon föl, hogy nézik. Ebben de ez is szexista. Ez a múzeum egyébként a leghíresebb aktokat állítja ki. Itt két képet mutatunk nektek. Többek között... Ez szép, ez a portárs. Ez látható, ez Manet Olimpia. Melyiket hívhatják a színű képen? Kitakarva. Ez miattunk lett kitakarva, tehát ezt amúgy a múzeumban kitakarás nélkül láthatod. Vagy nézzétek meg Gustave Courbet a világ eredete című képét. Ez már durvá. Ez elég kemény. Ezt akarom kérdezni, hogy... Ilyen pixelhibás festeni nagyon nehéz. Courbet ezt rendesen megfestette, abszolút részletgazdagon. Én láttam otthon, és átküldöm neked, Steve. De azt akarom tőletek kérdezni, hogy ez miért nem szemérem sértés, és miért szemérem sértés a dekoltált nő? Ez a jó kérdés, Gábor. Ma este az egyetlen jó kérdésed. Végre. Én az ilyen festményt külön egy olyan plusz 18-as múzeum részbe raknám. Nem tudom, ez, hát ez a világteremtés. Jó, tehát még egyszer a kérdés, hogy ez miért nem személyem sértés, és az a hölgy, az miért volt mert az? Mert képmutatás, mert ez művészet, az meg a realizás. Ez művész. Egyébként egy ember miért nem lehet önmagában műalkotás? Tehát ez a nő, ennek van egy története. Mi láttad már magad, levet kézve? Hát mikor a rozét fogod, és így a tükör előtt megállsz. Az egy műalkotás, Steve. Na, most és erről nekem eszembe jutott valami. Én nagyon szeretek tortákat készíteni, személyre szabott tortákat, és képzeljétek el, nem mert őszintén mondom, nem mertem kitenni, az összes tortámat így megmutatom a nagy közönségnek. Vazsintortát csináltál? Testvéremnek, ez ilyen freudi elszólás anyámnak volt, hogy szinte mondja. Testvéremnek érzem a férjemet, ez milyen érdekes. Férjemnek, nem, hogy annyira szólásom. Mit nyomjak erre? Ezt sejtettük egyébként, csak nem mertünk eddig erről beszélni. A következő adásban az egész téma. Egy idő után a házastársak elkezdenek hasonlítani egymásra egyébként. Hát mi az, hogy elkezd, én már föl tudom a telefonját venni a feleségemnek FaceTime-on. Tehát, hogy fölismeri az én arcomot. Annyira el vagyok torzulva. Na, mondott ott a sztorit. Na, szóval két vagy három évvel ezelőtti születésnapjára egy női testet készítettem neki tortából. Sajátodat? És tehát az volt a cél, hogy fölismerjen. Valahogyan emlékeztetett rá. Egy szép dekoltással. Vagy... Tehát dekoltás is volt, meg Courbet? Minden, tehát részletekben menően szépen meg. De külön volt de ez egy művészi alkotás, tehát ez egy művészi alkotás elkészíteni, annak minden részét hát marcipánból, mert az volt a bevonata marcipánból. A tortának. És képzeljétek el, de utána beborítottam marcipánból, bugyit is raktam rá, tehát az le lehetett róla venni. Akkor, 3 éve, hogy... Annyira élveztem ezt elkészíteni, igen, de amikor kivittem, akkor szó szerint ott voltak gyerekek is, mondom, hogy ide nézzenek, ne nézzenek, mert úgy nézett ki, tudod, hogy hirtelen, mint a tényleg ott egy igazi meg? Női test lenne. Tehát az művészi alkotás. Tehát az, jó, de a gyerekek esetében ezt értem. De tényleg nem értem egyébként, mert hogyha most a Manet lefesti ezt a nőt ebben a ruhában, és akkor azt a képet ki lehet rakni, csak ő nem léphet be? Igen. Miért? Csak. Mert köszi, ott van Steve, és mozog, és... Nem, teljesen tévesztés szerintem, mármint a biztonsági részéről. Mind a két részről szerintem túlzásba estek a hölgy is a reakciójával, és az is, aki nem engedte be. Nem lehet, hogy ez egy marketing fogás, hogy nem ment a... Látod, ott hátul az étterem egy-két ember üldögélt, és mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen hekket, mert ugye az most nincs az étlapon. Azért nem, mert a múzeum elnézést kért.
Tehát a múzeum kötelezte a bisztiőrt arra, hogy hívja fel a nőt, aha, és kérjen tőle elnézést, és ez megtörtént. De hogy van telefon bizony, tehát hogy lehallgatták, vagy le van dokumentum? Nem tudom, hát nyilván a poszt alapján valahogy kiderítették az elérhetőségét, tehát gondolom. Hát a nő posztolt a Twitterre, lehet, hogy kontaktálták, elkérték a számát. Tehát bárkit föl tudok hívni, aki a Twitteren posztol. Nem, ha elkéred a számát, és a múzeum lehet, hogy elkérte, mert a biztonság őr. Neki. Igen, aha, így van. És egy ingyen jegyet? Számát. Jó, de akkor bocsánatot kell kérnie? Hát jó, Steve, figyelj, te vagy a teremőr, oké? Okay? Te vagy a nagyon konzervatív... Notre Dame-i teremőr. A nagyon konzervatív teremőr. És Anita az, akit nem engedtél be a mellei miatt... Mama! Halló, Quasimodo vagyok. Ja, nem veszi föl, még csöngetem. Hívd fel, bocsánatot kérni. Hila, na. Hívd föl a csajt a Twitterről. Halló? Quasimodo vagyok. Igen. Bocsánatot kell kérnem, a mellei miatt kell kérnem bocsánatot, hogy nem engedtem be. Maga bármikor bejöhet, de a melleit hagyja otthon. Akkor azt kezdje újra. Jó. Quasimodo vagyok. Itt vagyok, én vagyok a teremőr, a Notre Dame. Eddig világ. Szóval, ha máskor ide akar jönni, akkor csak a melleit küldje, maga maradjon otthon! Quasimodo, erre puposak rekedtek. Egyébként most ez a kis jelenet is bizonyította, hogy azért van értelme az átszervezésnek a színművészeti egyetemen, tehát hogy ne legyen ilyen színjátszás soha többet, ahogy én elképzelem. Abszolút jó volt, szeretném. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy így tényleg egyrészt ti ketten diszkrét erotikával, ti ketten meg úgy, ahogy, de hogy vendégei voltatok ennek a műsornak. Köszönöm szépen Szandinak. Tordóczky Anitának. Igen. Gajdos Tamásnak. És Hajdú Steve-nek. Megvan, minden megvan. Nagyon jó volt, téged gondolom a híradóban hamarosan láthatunk. 18-25. Igen, jön. Jön a csilla, így van. Jó de ide is hozzád is jön? Nem, hozzám nem jön. Mert ugye azt nem lehet, hogy itt van, és egyszer csak hopp, a következőben is ő van. Azt már nem. De azt lehet, hogy a Tamás van először a hivatóba utána itt? Azt se lehet. Nincs több kérdése. Semmi, akkor egy hét múlva találkozunk. Jó éjszakát, viszlát, hello!